magamnak egyik bölcse, hogy tánc és bűn. Egy fagyümölcse, s bizony az ördög ülteti a fát. Nem is csoda, hogy így gyümölcsöt át. Almát rágtam a hajdanán, mert az alma volt a mániám. Hajnalom az almámból a lupát. És aki énekel vele, mit kap tőlem? Semmit, ez alma volt a mániám. Hajnalom az almámból a lupát. Na kezdjük, kivel kezdjük? A királyról. Álmomban nagy király voltam én. Soha még ennyire nem éreztem magam gyereknek. Időm legnagyobb részét sergüléssel töltöm. Tehát abszolút gyereknek érzem magam. Hát olyan gyereknek, akinek néha borotválkoznia is kell, tehát azért vannak gondok a gyerekkorommal. Addig lehet ezt a műfajt csinálni, és addig lehet ezt a színpadon állni, és megfelelő őszintességgel és nyitottsággal gyerekműsort adni, amíg az ember őszintén tudja csinálni. Abban a pillanatban, hogy elfárad, jó, hát olyan van, hogy az embernek egy kicsit sok, van olyan időszak, amikor annyi koncert van, vagy nem tudom. De amíg azt érzem, hogy fölmegyek a színpadra, és olyan, mint hogyha a napsütéses tengerpartra léptem volna ki, mert olyan energiákat kapok a gyerekektől, és az öröm az arcukon, és a lendületük, és a lelkesedésük engem is magával ragad az első perctől kezdve, addig nincs baj, addig lehet csinálni ezt. Verép tánc, készülj föl, verép tánc, kezdő pozíció, csíz. És lász, gyerünk is vele meg, hajrá! És aztán, hogy mire tanítjuk, hát én remélem, hogy elég sok mindent megtanulnak. Szerintem remélem, hogy megtanulják a versek szeretetét, a verseket, mert ugye ezek megzenésített versek, jó, egy-két kivétele, de azért a legtöbb Gazdagázsi, Móra, Zell Zoltán, Romhányi, Vörös Sándor, Kis Benedek, és még sorolhatnám, hogy kiknek a versei, Szalai Borbála. Szóval egyrészt a verseket ügyesen már gyerekkortól megismerik, hogy egyszer csak iskolás korában meglátja, elolvasa, azt mondja, hogy hú, hát ezt ismerem, hát ezt az almáikkal énekeltem, tehát ez fontos, hogy az irodalom és a kultúra. Aztán ezen kívül benne vannak benne van a műsorunkban Zoltán! Rosszalkodunk. Remélem, hogy ezen kívül még sok mindenről szól az egészséges életről, a szelektív hulladékgyűjtésről. Sokat tesznek a tisztán, millenáris jövőnek a szinten. Tisztán esznek egy szebb jövőért. Na gyerünk, kikülök a sorba! Mömi mama, műanyagok kér, rád várnak a szupertukák. Hami papa, papírokkal ér, rád várnak a szupertukák. Butellácska, fehér üveget akar, rád várnak a szupertukák. Amennyire lehet, próbáljuk intelligens módon adagolni. Jó, hát nyilván az ember, tehát is mi az alma együttesele egy ilyen vékony, úgy szoktunk mondani, hogy ilyen pengeélen táncolunk, a commerce és a értelem határán, tehát próbálunk nagyon kedvesen szórakoztatni, nem elfelejteni azt, hogy mi azért vagyunk itt, hogy a gyerekek és a közönségünk jól érezze magát, de ennek ellenére, vagy emellett pedig folyamatosan valamit mindig hozzátegyünk a dalról dalra, ahhoz, hogy ők megtanulják a fűszerek neveit, a növények neveit. De mondjuk ebben nekünk igazán a partnereink, ugye a költők. Mese mondom én imaz, gyerünk hallja! Kicsi van! Mi a mindenért? Neked szól a minimaz! Kicsi van, de nagyon gaz! Az Alma Klubról azt kell tudni, hogy annyiban speciális, bár kinőttük a családias hangulatot, tehát most már ugye azért egy, és ma tulajdonképpen még viszonylag ilyen kevesen voltak, gondolom én, hogy rengeteg program van most a városban is, azért ez most megosztott a közönséget, de azért itt sokszor 1000 fő környékén a teátrumban tartjuk, és nagyon-nagyon sokan jönnek és látogatják az Alma Klubot.
Amennyire lehet, igyekszünk az újdonságokat bemutatni, új dalokkal próbálkozunk, olyan dalokkal, amelyeket nem játszottunk, vagy amelyet kérnek tőlünk. Tehát sokszor előfordul, hogy küldenek nekünk levelet, elég sokat kapunk, hogy ezt meg ezt a dalt játsszuk el, és akkor mindig azt mondjuk, hogy itt a Millenáris Klubban ezt eljátsszuk. Illetve hát ugye a vendégek is fontos pontja a Millenáris Klubnak, rendszeresen meghívott vendégeink vannak, akik zenekarok lehetnek, ugye ma éppen a Fakutya együttes tisztelt meg minket itt az Alma Klubban, de vendégünk volt Bródi János, Nagy Bandó András, és ott csak pár nevet említsek, hogy ilyen ismertem neked, de igazából nagyon-nagyon sok művész, bábművész, írók, költők megtisztelték már az Alma Klubot, Böszörmény Gyula író, szóval sokan, Bartos Erika, szóval én igyekszem amennyire lehet nagyon változatosan megszervezni a vendégeket, lesz majd gyerektáncházat, bemutatnak majd, jön majd egy bűvész, aki majd ilyen csodálatos dolgokat csinál. Egy napon, mikor Lici mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Mindig újítunk, mindig új dolgokat csinálunk. Még tudnék mondani 3 vagy 4 olyan projektet, amelyen most dolgozunk, de talán a legfontosabb még mindig a szelektív hulladékgyűjtés. Azt mondjuk felvállaltuk nagyon komolyan a szelektív hulladékgyűjtő cégekkel, ez az ökoriadó programja, amelyet az ország minden szélrózsa minden irányában viszünk, és megpróbáljuk a jövő generációt már úgy nevelni, legalábbis a koncertjeinken keresztül, hogy számukra ez természetes legyen, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az egy nagyon fontos dolog, mert hiszen belefulladunk lassan a szemétbe, meg a bűzbe, úgyhogy ez egy fontos dolog, ezen lépni kell, és hát remélem, hogy a gyerekek még jó hatással lesznek a szüleikre is. De tudjuk, hogy jó hatással tudnak lenni a gyerekek a szüleikre. Tehát jó az, hogyha egy gyerek rá mer szólni és rá szól az apukájára vagy az anyukájára, hogyha esetleg otthon dohányzik a közvetlen környezetében, hogy apa, anya, fúj, büdi, menjék ki. És akkor az anyuka, ha mondjuk kimegy esetleg a balkonra, és ott szívja a cigarettát, már nyert ügyünk van.